2004-ben jelent meg a Crash Twin Sanity, Amerikában szeptemberben, Európában pedig októberben. Viszont előtte azért volt egy prototípus, amit ki lehetett próbálni bizonyos helyeken, és ezt feltöltötték az internetre is. Úgyhogy itt vagyunk, és kipróbáljuk a Crash Twin Sanity prototípusát, ami még a megjelenése előtti állapotokat mutatja be. Hiányoznak dolgok, viszont játszható ez a prototípus. Nézzük meg, hogy milyen változások, vagy mik történhettek itt. És hát amire nagyon is vártatok, az a Twin Sanity játékmenet és játék, ugyanis ez egy nagy előrelépés volt a játékban, hiszen hát maga a történet is komolyabb lett azért. Más történetvezetés volt, illetve nagyon humoros lett, én legalábbis úgy gondolom, hogy viccesebb lett, mint a korábbi Crash-ek. Meg hát a komolyabb volt a sztori. De nem az a lényeg, hanem az, hogy itt vagyunk a játékban és kezdődhet akkor a nézelődés, mi a helyzet. Ja, ott a Wumpa számláló, az rendben van. Az akumaszkot elkérném. Ez nagyon gyakran idézett mondat akutól, de nem azért, mert annyira különleges lenne, hanem mert nem lehet átskippelni. Vagy át lehetett? Ja nem, szerintem pont ekkor volt vége, és emiatt úgy az... Hoppá, ott az micsoda. Ott van a fő cím a Crash Twin Sanity a háttérben. Na jó van. Menjünk akkor Cortex, vagy hát... Koko után, és kergessük őt, tehát hogy nézel ki, mi van? Egy kis nosztalgiázás itt Crash-el, jöjjünk ide Crash házikójához, de jó néz ki, szerintem nagyon jó. Ez volt az első ilyen nyílt világú Crash játék, ahol lehetett így járkálgatni össze-vissza, mehettünk ahova csak szeretnénk. Szerintem ez nagyon király dolog volt, hogy kipróbálták ezt a játékmenetet is. olyan, mintha visszhangozna meg ott a jelölések, mintha mások lennének, vagy hát annyira teljesen nem emlékszem rá, de mintha az a jelölés ott más lett volna. Minden esetre akkor használjuk. Nézzük a csúszás, ezt mindjárt megnézem. Azt gondolom megvolt így a csúszás után, igen, ez az ugrás, ez is elég különleges volt. Azt utána ott nem nagyon lehet Crash-t irányítani, tehát amikor így csúszunk és ugrunk, akkor kb. Be van jelölve, hogy akkor úgy egyenesen fogjuk ezt megtenni. Meg ez a borz, a skunk. Szerintem a CTR-ba azért jött a skunk Crash, mert... Hoppá, itt mit villogózik? Jaja, hogy három maszk... Okay. A hasalás is megvan. Na szóval a skunk Crash szerintem azért jött, mert ebbe a részbe az a borz, ahogy ott mondta, az... Na, odáig úgyis eljutok, azt tudjátok meg szerintem. Itt a csúszás mondja. Easy! Most szólalt meg igazán. És szerintem itt egy ikonikus szinkron hangja is volt Crash-nek, Cortex-nek. Mert Cortex-nek volt azért elég sok szinkron hangja, de mindegyik valami egyedit hozott a táblához ide a játékhoz. És valahogy ez nekem a legmaradandóbb, de lehet csak azért, mert úgy volt megírva. Tehát itt tényleg amilyen szövegei vannak Cortex-nek, meg ami történések, azért az elég egyedi, meg elég jó szerintem. Itt van talán egy kivágott pálya, de nem tudom, hogy mert annyira még nem ismerem a Twin Sanity hátterét, de úgy tájékozódtam, hogy sok minden kimaradt a játékból, tehát mondjuk Koko elméjében is lett volna egy pálya. Láttam néhány ilyen videót, de annyi minden kivágott dolog van a játékban, hogy azt összegyűjteni, meg megismerni, az azért nem semmi. Na itt hasaljuk, mondom itt, már hogy is kell, hogy úgy kell, hogy egy hasalás, és akkor így megy tovább. Oké, innen felugrok ide. Ho, várjál, ez a lila volt itt mindig? Nem a kék színű, vagy lehet, rég volt a Twin Sanity, én ezt nem tagadom. Viszont visszatértem a prototípusra, és majd valamikor lehet, hogy a... Na, jó. Robbantsuk itt ezt a fát, és akkor utána mehetünk nyugodtan. Itt még egy robbantás megint egy fa, ezen szépen keresztül. Hát ez király amúgy. Mert tényleg úgy van elkészítve ez a játék, hogy vannak olyan nyitottabb részek, mint ahogy kezdődött az egész játék ott a szigetnél. Mármint ez maga az egész a sziget. A tüskékül lapították az én zuhanásomat, hát persze, wow, én is csak óvatosan zuhanjak le, szerintem óvatosnak kell lenni mindig. Na már innen a kipörgöm, akkor wow! Okay, akkor ezzel csak óvatosan, mert a nitro volt felrobban. Szóval, ja itt van, ez nagyon jó, ez az egyik
kedvencem. Ezt mondja ez a borsz, hogy már 10 éve ezt csinálja, oda-vissza, és már megunta ezt, többet nem fog járkálni. Hát tényleg amúgy ez van bármilyen platform játékban, hogy vannak karakterek ilyen akadályként, és oda-vissza vagy előre-hátra mozognak, ő pedig ezt ki is jelentette. Én meg akkor azt mondom, hogy jó van, akkor hát jó nyugdíjat kívánok, vagy nem tudom, hát most már mehet pihenni. Úgy gondolom, hogy már ennyi volt, akkor hoppá, az igen, hát neked ennyit erről. Mi pedig csúszhatunk lefelé, és akkor érkezhet már is az első boss fight. A Twinsanity az olyan, úgy be van töltve mindenfélével. Vannak nyitott pályarészek, lineáris folyosó, Cortex és Nina játszható karakterek, egy csomó boss fight, egy születésnapi party, hadd nézem csak, hadd nézem. Aztán itt van Dingo, Pinstripe, Tiny, Crunch, hey Crunch merre néz, az nem jó, Oxide itt van, Kolakong is itt van, Polar, meg Ripper Ruho, hogy mi újság van. Össze-vissza vannak, mi a helyzet? Na jó, győzzük le, azt mondja a Cortex, hogy is van támadás. Oké, ez meg volt, aztán akkor utána, ja utána ezt vissza lehet pörögni, küldi ezt visszaküldjük, így bizony, jó, oké. Ott vagy néhány szevasz, mi újság? Oké, jön a bomba dobálás, és itt is a szöveg, hogy ez Tiny-tól jön, ez Dingodile-tól jön. Hát, szerintem nagyon király, ez tetszik nagyon. Oké, oda, vagyunk. Ja, most fog így lövöldözgetni. Ja, igen, ezt emlékszem, ez még úgy egyszerű így az eleje. De a végén, amikor már nem lesz platform, na, akkor nehéz. Küldjük vissza megint a következőt, már csak az a kettő kicsi, hoppá, bele is esett tüskékbe, már csak ennyi maradt, itt lehetünk. És akkor érkezik a következő boss. Boss után boss, ez nem igaz. Mecha Bandicoot, itt van, de gyorsan meneküljünk. Engine irányítja, hát ki más? Wow, de hova lökött le egyből, mintha majdnem beleestem. Küldi, új, de vibrál a kontroller, mi van ez? Jaj, vigyázz! Na küldi, és akkor vissza leszedjük akkor úgy külön-külön az karjait, meg itt, mert az egyik egy láncfűrészes, a másik pedig valami rakétás, na erre küldi a hapcit, tessék hapci, a láncfűrésznek annyi, ahogy ránk néz, ez a Mecha Bandicoot, ez nagyon kemény boss, és engine. Hát ki más, mint Engine, ő az a karakter. Ő mindig olyan sok király dolgot épít, hát kíváncsi is leszek, hogy majd hogyan kerül be a Crash on the Run-ba, mert elvileg az, hát az egyik előzetesben már látható volt Engine, kíváncsi leszek, hogy hogyan fog kinézni, vagy mi változik. Viszont az biztos, hogy itt az utolsó ütés, vagy lökése, hapcizása, és utána pedig már le is győzze, vagy várjál, még egy van, hú, várjál, nem csak kettő volt még utána? Ja, most fog tüsszenteni egy igazit. De még éled, ja nem, várjál, most törj, megtörölte az, nem örül neki, és így fog lezuhanni. Így bizony annyi neki, de ez még folytatódik, ugyanis akkor Cortex neki megy Crashnek, itt van Dingo, és akkor, ja itt kérdezik, ebéd, és akkor bólogat, na, miért nem bólogatott? Várj már, az, hát lehet biztos a prototípus nem, de Ripper az így bólogat, az mindig, az nagyon kemény volt. És itt pedig kezdődik a verekedés, vagyis hát folytatódik, tehát észre se lehet venni, de egyik pályáról átmentünk a másikra, egymás után lehet haladni, így a játék története és a pályák egybe folynak, ilyen bármiféle megszakítás nélkül egybe végig lehet tolni ezt a játékot, szerintem nagyon király ez az egész. Ahogy ezt felépítették, megírták, elkészítették, hát ez a Twinsanity, nem tudom, hogy nem folytathatták ezt. Ezek után volt a Tag Team Racing, annál lehet, hogy így akarták felváltva, hogy legyen autóversenyzés, meg platformeres is. Mondjuk az is igaz, hogy ebben a játékban is van egy olyan mondat, amit szerintem igaz, hogy Cortex mondja, hogy így a kamerának, hogy a Wrath of Cortex nem volt olyan sikeres, mint amire reméltük. Lehet, hogy a Twinsanity sem volt annyira sikeres anyagilag, hogy akkor folytassák ezt a vonalat. Lehet akkor ezért döntöttek úgy később, hogy akkor az a verekedő stílus legyen inkább a harcolós, amit a Titans meg a Mind Over Mutant részek követtek, lehet akkor amiatt tértek át arra. Minden esetre a jelenlegi állapot, hogy van egy mobilos játék, illetve hát azért majdnem úgy évente azért vannak ilyen, valamilyen évente azért nagyjából jönnek az Activision-től ilyen ügyességi platformer játékok, na annak én nagyon tudok örülni. Na itt vagyunk megint, ja itt kell így
így egymás után neki menni, vagy hogy is van? Ugye így volt piros, sárga, zöld, jó, csak már elfelejtettem, hogy is. Na itt mehetünk, így sikerült átvinni. Ilyen bombák mindig is voltak itt? Nekem ezek a bombák mindig is itt benne voltak, vagy? Én azokra megint nem emlékszem. Hát aki gyakrabban játszik, az biztos emlékszik azokra a változásokra, amik itt vannak ebbe a prototípusba. De várjam, még egy, jaj, már másik pálya. De itt van ez a nagy fej, aztán megérkezünk ide, ahol meglátja Cortex a kedvenc gyűjteni valóját. Hát, már a Crash 2 óta a kristály. Hogy örül már neki? Na de most érkeznek itt ezek a kis endrónok, akiket nekünk le kell győzni. Be kell zárni az ajtókat, na akkor lássuk itt egy hasonlás, így. Aztán figyeljünk, van itt valahol egy akumaszk, amit szeretnék megszerezni valahol. Hogy segítsen nekem legalább. Hogy hát én úgy emlékszem, hogy volt, de várjál, ezek mindig ilyen lila színűek, nem inkább kékesebbek voltak ezek a karakterek? Nekem úgy rémlik. Hát én úgy emlékszem, hogy volt itt valahol akumaszk is dobozként, de itt most nem tapasztalom, na várjál, csak óvatosan, mert itt egy találat és nekünk annyi, és nagy kardozásokat csinál. Figyelj! Várj, át kell ugye. Ho. Jó, az meg volt. Kettő találat kell nekik, úgy vettem észre. Na gyerünk, ezt hasonljuk le. Oké, és jönnek, tehát amíg be nem zárjuk az ajtókat, addig újra fognak éledni, ahol itt így vannak. Oda leküldjük, ez egy hasonlás. Úgy bizony. Már csak ez az egy gomb van, akkor itt... De ott mi volt? Ott most mi volt a gomba? Mi? Jó, aztán... Várja, ez volt a negyedik. Igen. Jó. Most bezáródik, aztán vissza, és akkor drága Cortexen. Nagyon örülhet, hogy az övé a Cortex. A Cortex övé a kristály. Viszont a Bandicoot nem hagyja ezt. ő már gyűjtögette, Crash gyűjtögette már mióta. Ott volt a Crash 2, Crash 3 és a Wrath of Cortex is, úgyhogy ő is kéri magának, mi pedig akkor így menjünk fölfelé menjünk. Gyerünk nyomás, aztán itt pedig oda dobjál át. Persze. Na hajítsuk el oda, és akkor ő pedig segít nekünk. Ez a Cortex-es közös játékmenet. Tehát van külön Cortex is, úgyhogy itt nincsen semmiféle gond. Meg Nina is ott van, mint játszható karakter majd később. Így egész jó, én amondó vagyok, egész jó. És akkor kezdődik újra ide fent, ahogy megyünk le, egy kis verekedés. Ez egyébként eléggé hasonlít, mármint így irányításban hasonlít arra, ami a Wrath of Cortexben volt. Ott kellett még ilyen golyóval menni, ha bár ott csak egyedül voltunk, tehát nem kellett így közben verekedni így Cortex-szal, csak ott egy ilyen golyóba kellett úgy irányítani és óvatosan közlekedni. Úgy tűnik, hogy ezt akkor így visszahozták végül is. Itt pedig használjuk Cortexnek azt a kemény fejét, amivel kitalálja a dolgokat. Vagyunk akkor piros, sárga, aztán áthajítjuk a zöldhöz. Gyerünk oda. Na, várjam, hogy van, várjam. Még ez a piros, sárga, és nem oda, vagy hogy is így elhajítani. Ahhoz mellé ment. Így úgy pörögni, és utána hajítani. Azt úgy kellett megtenni. Oké, így szépen tovább. Lazaság. De ide már kell Cortex, akkor na vissza. Most veszem észre, ott mennyi doboz van. Mi? Hát ezek mindig is itt voltak így egy ilyen extra nagy doboz, vagy hogy van ez? Hát, ja, mennyi minden. Beleestem a... Mi a... Hogy van? És akkor érkezik alulról egy támadás, menekülni kell, ahogy csak bírunk, fölfelé, kifelé innen ne gyerünk, akkor itt a piros, a sárgát is, na, a sárgát meg a zöldet, és így mehetünk tovább, megint a piros, utána itt a sárga, megyünk fentebb, és akkor így meg tudjuk állítani, ho, vigyel vissza le, mármint a platform, na ideig feljutottunk, hoppá, le ne essél. Itt a checkpoint, vigyázzunk a TNT-kkel, azzal inkább ne szó... Cortex, mi van most? Hova mész? Hova? Ez a teleportálásos Cortex, ez itt, wow, jó. Trükközget itt össze-vissza, hát szabad ilyet csinálni. És nekünk innen kell akkor így kimenekülni. Végre egy kis normális platform mozgatás. Ott van nekünk az életpont, azt elkér, oké, nem így. Mondtunk még egyet, az a biztos, nem kell az életet elpazarékolni. Nekem amúgy fura volt az, hogy itt most már tényleg úgy nem fontosak úgy a dobozok, tehát ha összegyűjtjük, akkor jó, ha nem, akkor nem. Hoppa, mi ez a prototípus? Figyeld, ilyen volt eredetileg, először így készült.
Azért van, azért csináltak vele valamit. Így jönnek elő akkor az Evil Twins, a gonosz ikrek. Wow, azt a... És ez így, így benne volt. Ha, érdekes. Ha, ez érdekes volt. Akkor így, ahogy így visszatértünk Cortex-re, akkor így még meg is láthattuk azt, hogy hogyan nézett ki először még az az olyan koncepció. De várjál, most miért van ez a méhecske kergető zene? Mert most még ez... Szerintem ez a zene nem... Tehát ez sem ide illik, úgy gondolom legalábbis, hogy ez még ez nem az a zene. De arra emlékszem, hogy Cortex-et úgy kergetik a darazsak, és akkor utána az, az volt, igen, igen. Oké, hát akkor az elég király volt, viszont király volt még a Wrath of Cortex prototípusa is, amit itt láthattok mellettem, azt is szívesen nézhetitek meg, ha érdekelnek a korai verziók. Nagyon örültem, hogy mégis közzétették ezt a Twin Sanity-t, mert így akkor visszamehettem és megnézhettem, hogy milyen volt egy kicsivel korábbi állapotában, remélem nektek is tetszett, találkozunk legközelebb.